Az elmúlt időszakban több rajzpályázaton is részt vettek a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola tanulói. Bátki Erika tanító szerint, amikor a gyerekek egy pályázatra készítenek alkotásokat, mindig a legtöbbet szeretnék kihozni magukból. Már az is hatalmas elismerés számukra, amikor az elkészült rajzokat kiállítják. Azonban még nagyobb öröm, amikor egy-egy tanuló kiemelkedő eredményt érhet el. Most legutóbbi időszakban érkezett 3 eredmény, de azt tudni kell, hogy ezeket a munkákat nem karantén alatt készítették a gyerekek, hanem amíg itt voltunk az iskolában. Tehát élő oktatás folyt akkor, együtt készültek a munkák, elküldtem őket digitálisan, mert mostanában már digitálisan kell elküldeni a munkákat, és az eredmények pedig pont most jöttek meg, amikor is visszatértünk az iskolába. Az első pályázatot az Országos Baleset Megelőzési Bizottság hirdette meg. Ez egy olyan országos pályázat, ahol megyei fordulók is vannak. Tehát a Tolna megyei rendőrség kérte be a rajzokat, a biztonságos közlekedésről kellett rajzolni, nagy méretben, mert az A1-es méret az egy nagyon nagy méret, és ezért lehetőség volt csoportban is dolgozni. 2-3 voltak, volt olyan is, hogy 4 egy-egy csoportban. Összesen 6 ilyen nagyméretű képet küldtem el, és ebből a 6 képből 2 lettek eredményesek. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság zsűriének értékelése szerint második helyezést ért el Bátaszékről egy 5. osztályos csapat, melynek tagjai Sárközi Ajsa, Sárközi Brandon és Aradi Zalán Ágoston. Továbbá első helyezést ért el egy 2-fős csoport, szintén a településről a 3. osztályos Hegyesi Dávid és Kökönyei Tóth Barnabás. Közlekedési járműveket rajzoltunk egy ilyen nagy lapra, és 3 dolgoztunk ezen, tehát 3-as csoport, és igazából én festettem, meg a színezésben én segítettem, a másik 2 csapattársam rajzolta meg az autókat, meg az embereket, hullámos utat ábrázol, és vannak ilyen zebrák rajta, hogy hogyan közlekedjünk autókkal. A következő pályázaton a gyerekeknek egészségvédelem, biztonságtechnika és környezetvédelem témához kapcsolódó alkotást kellett készíteniük. Ez az egészség, ez a biztonság és ez a környezet jelképe, ez a 3 szín meg forma, és ezt az emblémát rá kellett helyezniük egy kabala figura tervre. Igyekeztünk olyan kabala figurát csinálni, ami teljesen saját tervezés, tehát nem egy meglévő rajzfilm figurát, vagy nem egy meglévő ismert formát használni, hanem kitalálni, igazán önállóan kitalálni. És ezzel mondtam, hogy lehet egy képzeletbeli élőlény, ami nem létezik, csak te találod ki, és akkor elkezdtek sok-sok ötletet felrajzolni, és a legjobbat megvalósítani, tehát tervek sokassága készült, mielőtt egy elkészült valóságban megvalósított kabbala figura terv megvalósult, előtte terveztek többet. Tehát igyekeztünk arra, hogy egyéni legyen, érdekes legyen, kedves legyen, szerethető legyen és rajta legyen ez az embléma. Az országban több mint 700 munkából kabala figura tervével első helyen végzett Aradi Lázár Sebestyén 4. osztályos diák. A pályázat kiírói a díjazott munkákat felhasználták egy gyerekeknek szóló egészség, biztonság és környezetvédelmi ismereteket tartalmazó játékos munkafüzetben. Nagyon szerettek rajzolni, meg szerettek ide a festészettel járni, és nagyon szeretem a pályázatokat is, és gondoltam, hogy rajzolok egyet, és hát a Pingvinek is veszélyekben vannak, ezért azt gondoltam, hogy Pingvinről készítek egyet. Nagyon boldog lettem. Azért ebben az első, hogy kibontam az ajándékot persze, és nagyon örültem az ajándéknak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Európai Mobilitási Hét alkalmából minden évben országosan pályázatot hirdet. Az idei év témája a klímabarát közlekedés volt. A pályázatra külön díjasként Fábián Lilla, 3. osztályos tanuló, 15.000 forint értékű könyvutalványban részesült. Külön díjat kaptam. Egy gördeszkázó kígyót, és rajta állt egy kislány. Az elmúlt napokban érkezett egy csomag az iskolába az Innovációs és Technológiai Minisztériumból Regina részére, aki a könyvutalvány mellé egy rollert is kapott.